gratulálunk a győzelemhez. Mi volt ennek a győzelemnek a legfontosabb kulcsa? Köszönjük szépen. A taktikai fegyelmen, ami az utóbbi időben nagyon jellemző ránk, azon kívül az, hogy egy igazi összeérett csapatként működtünk egész meccsen. Nagyon kb. 50 percig 0 gólon tudtuk tartani azt a Salzburgot, akit most így utólag sikerült kivernünk a rájátszásba, és nem tudom, talán ők sem emlékeznek arra, hogy a Salzburg 20-as csapat, amikor nem került 4-be legutóbb. Úgyhogy ez a mai és az előző Salzburgi siker is ilyen kalaplengetős volt. Tehát, hogy és tényleg a srácoknak is csak annyit mondtam, hogy ami eszembe jut első két szó az, hogy büszke vagyok. Mennyire ijedtél meg, amikor egyenlítettek? Semennyire. Tehát most az a lényeg az egésznek, hogyha megijedsz, azt átnyomod a játékosokra a teststresszedet, és onnantól kezdve biztos, hogy rossz irányba megy el a dolog. Az a lényege, ugyanúgy, mint a jégen, ugyanúgy a padon is, annak ellenére, hogy a padon valamilyen szinten nehezebben nem tud levezetni a feszültségedet, de nyugodtnak kell maradni, és azt kell sugározni kifelé. Ez nyugtatja meg a srácokat. Nagyon jó kapus teljesítménye, nagyon jó védekezéssel, védőjátékkal és nagyon jó támadójátékkal sikerült behúzni a mait és kiharcolni azt, hogy tudjunk pihenni két napot a következő forduló előtt. Nagyon nehéz mérkőzésre számítottam, igazság szerint tudtuk, hogy ez lesz. Meg minden megtett a Salzburg, mi is, úgyhogy apróságokon múlt, mint mindig minden mérkőzés, de szerencsére kijött mind a két mérkőzésen a lépés, és igazándiból is lőttek, de amikor igazán meleg lett volna, akkor vagy blokkoltak a többiek, vagy nekem volt nagyon nagy szerencsém, úgyhogy megdolgoztunk érte. És reális az, hogy ott jönünk a négyben az országban a semmi? Hát, nézzétek vissza a két meccset, reális szerintem, abszolút megdolgoztunk érte. Óriási csapat munka volt, nagyon biztos a srácokra és magunkra. Kivel szeretnél játszani? Tavaly is ezt mondtam, hogy mindegy, jöhet bárki, idén is ezt mondom igazából. Itt már mindegy, mert mindenki nagyon magas színvonalat és nagyon magas játékerőt képvisel. Úgyhogy aki jön, ezt ki kell verni, aztán ennyi igazából. Ez a meccs, ez tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, tudtuk, hogy a Salzburg nagyon keményen fog ránk jönni. Próbáltuk kihasználni, hogy sokat utaztak, buszlábuk volt, megpróbáltunk az elején rájuk menni, sikerült be is találnunk. Nagyon kemény férfias meló volt a jégem. Sokat blokkoltunk, próbáltuk segíteni a kapust, úgy látszik ez most nagyon jól be is jött. Szerencsére jutottunk tovább. Elég kemény, de elkezdtünk időbe készülni, szerencsére volt sok időnk felkészülni erre a playoffra. Nagyon sokat edzettünk, szárazon, jégen egyaránt, és hát nyomjuk, ami a csövön kifér.